Az Rinyi iskola diákjai vendégeskedtek ma a zöld tábor főépületében. A létesítményt 464 ezer eurós pályázati forrásból újították fel, a projekt része volt a mai program is. A harmadik osztályos fiatalok szüleiknek és testvéreiknek készítettek ajándékot a foglalkozáson. Rajzoltam egy flamingót, egy napnamentét és egy pöttyöset. Kinek adod őket? Anyukámnak és apukámnak, meg a testvéremnek. Különböző festési, színezési technikákkal díszítették a köveket a gyerekek, és a közös 10 óra is elmaradt el a tematikus napon. Mint megtudtuk, a harmadik ások nagyon várták már ezt a programot. Gyönyörű szép kavicsokat kaptak ajándékba, és bármilyen ajándékot készíthetnek a szülőknek, testvéreknek, családtagoknak, akrilfélccel, bármilyen fantáziából kigondolt dolgot csinálhatnak, a végén lefújjuk, és hazaviszik emlékbe, mint az utolsó nap az iskolában töltött idő emlékére. A horvát-magyar projekt részeként kívülbelül megújult a létesítmény. Az új berendezéseket, a bútorokat és a konyha teljes felszerelését szintén egy nyertes pályázatból biztosította a Városfejlesztő Kft. Érdekesség, hogy a felújítás ellenére a hagyományos kanizsai nyári táborok zöme nem tért vissza. Inkább az iskolákban rendezik meg a napközis programokat. Nagyon sok foglalás van, úgy tudom, hogy nagyon sokan érdeklődnek így a megújult létesítmény iránt, de a hagyományos zöld tábor, amit minden évben megszokhattak a gyerekek, az most egyelőre úgy fog megvalósulni, mint ahogy a covidos időszakban történt, tehát bent az iskolák biztosítják a nyári táborozási lehetőséget. Azt mondták, hogy nagyon pozitív visszajelzés volt a szülők részéről, hiszen ott a városi programokon jobban részt tudtak venni. Valószínűleg a jövőben én azt gondolom, hogy át fogják gondolni ezt, és kétféle, egyrészt egy városiasabb jellegű tábor, meg egy ilyen erdőszéli tábor. Fontos pont a csónakázótó jövője kapcsán a zöld tábor felé vezető út kérdése, ami már-már járhatatlan. A felújítás javaslata a közgyűlés előtt van, de önkormányzati forrás jelenleg nincs rá.